Karácsonyhoz közeledve minden vasárnap várják szeretettel az érdeklődőket a művelődési ház előtti téren az önkormányzat és a kulturális központ munkatársai. Megtekinthetik a Betlehemet, amit minden évben kiállítanak, és a faboldik sem maradhatnak el az adventi vásár kínálatából. Forralt bort, teát és különböző ételeket, italokat lehet elfogyasztani a szépen kivilágított téren. A rendezvények változatosak, és a közös gyertyagyújtások meghitt hangulatot varázsolnak. Advent második vasárnapja van az adventi koszorún, a második gyertyát is meggyújtjuk, és ezzel az időszakkal készülünk a karácsony ünnepére, kisbőjt is egyben az advent, és nagyon szép hagyomány itt a városban, hogy most már régóta mindig adventi gyertyagyújtással közösen ünnepelünk. Nagyon szép ünnep, és jó, hogy ilyen sokan vagyunk együtt, Isten áldása legyen mindenki adventi napjain és karácsonyi készülődésén. A gyermekek mindig emelik az ünnepek fényét a műsoraikkal, szeretetet hoznak a szívünkbe. Nagy izgalommal és boldogsággal készültek az előadásra. Azt gondolom, hogy nagyon szép hagyomány városunkban, talán most már néhány évre tekint vissza, hogy az adventet a város közösségei így együtt itt a művelődési házzal közösen ünnepeljük. A város vezetése mindig megszervezi az adventi gyertyagyújtásokat, és felkér iskolákat, hogy működjünk közre ezen a nemes ünnepen. Az idén úgy hozta a sors, hogy a Dombóvári Evangélikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, azaz a mi iskolánk, és a Dombóvári Illyés Gyula közösen, Illyés Gyula Gimnázium közösen állítottak össze műsort, és azt állítottuk ma itt színpadra. Iskolánk lelkésze, lelkészasszonya, valamint a diákok mellett mi pedagógusok is szerepeltünk ebben a műsorban, és így az ünnepi műsor végén meggyúlt a mai koszorunkon a második adventi gyertya is. Nagyon szép és meghitt volt az előadás, sokan jöttek ki a művelődési ház előtti térre, hogy együtt ünnepelhessenek. 18 órakor Szűcs Eszter, Gyarmati Éva, Andrea, Kis Balázs, Bogdán László gyújtották meg közösen az adventi koszorú második gyertyáját. A második gyertya a reményt jelképezi.